Biztos az is nehéz, ugye, hogy nő fel, tehát hogy egyre idősebb, hogy egyre inkább felnőttként kezded őt kezelni, egyre jobban közelítetek rivális Evelinnel. Igen. Tehát nem értem, hogy miért. Rivalizálni. Nehezebb egy nőnek, anyának egy lányjal, mert én mondjuk nagyon anyás voltam, de voltak balhéink, de úgy, ahogy mondják, ne feküdjünk, ne menjünk nyugovóra, haraggal a szívünkbe, hogy nehezebb anyalány. De miben rivalizálnak egyébként? Mindenben. Kikit szeret, kikivel van, kivel foglalkozott többet, kinek kapott többet, és ez csak a világ nyomatja. Ez mindig nehéz, főleg lány, tehát szerintem lánytestvérek között azért ez így tökre előfordul, és főleg az, hogy te ott állsz kettejük között, Köszön. Szeretnél igazságot tenni, de amit te mondtál, szerintem az a legfontosabb, hogy ne feküdjünk le haraggal a szívünkben. Így van.